Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a harmadik estén is. Köszönöm, hogy közelről és távolról, különböző helyekről, felekezetekből eljöttek a testvérek. Legyen Isten áldott érte. Nagy szeretettel köszöntöm az ige hirdető házaspárt, Bódis Miklós testvérünket a Hátszegi medencéből, és kedves feleségét, Etelkát. Isten hozta közöttünk, örülünk neki, hogy hirdetik az igét, és használja őket az Isten. Ismertem pár embert a földön, meg ismerek, sajnos van, aki már nem él, hogy amikor megláttam, akkor az Isten jutott az eszembe róla. Hát, mikor Bódis Miklóst, meg az ő feleségét meglátom, akkor az Isten jut eszembe róluk. Úgyhogy azt kérem, kívánom a testvéreknek, hogy ezek az alkalmak olyanok legyenek számunkra, hogy Isten szent lelke olyan szinten működjön bennünk és rajtunk keresztül, hogy amikor meglátnak bennünket, akkor az Isten jusson eszébe az embereknek rólunk. Ezen az estén, mielőtt megtanuljuk a harmadik éneket, szeretnék arról bizonyságot tenni, hogyan ismertem meg az Urat, hogyan fogadott el gyermekének, és hogyan hozott ki testi és lelki mélységekből, hogyan szorított sarokba, és nem adott más lehetőséget, csak hogy megtérjek, hozzátérjek. Az 50. Zsoltár 15. versében azt mondja az én Uram az Úr: hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És azért vagyok itt, hogy bizonságot tegyek, hogy akik ugyanabban vannak most, amiben én voltam, nem látták bűneiket, aztán nagy, sok-sok betegség, nyomorúság tört rám utána, amikor az Isten ismét nagyon keményen szólt hozzám, akik ebben a helyzetben vannak, meghallják, hogy van szabadító, van Úr, akinek a kezében van a mi életünk és a jövőnk, és mindenünk. Abban a kiváltságban van részem, és lehetett részem, hogy olyan szülőknek adott az Isten, akik mindent megtettek, hogy belőlem rendes, becsületes, istenfélő ember legyen. Mindenre megtanítottak, amit ők tudtak, és tudnak. Nagyon szerettem másoknak segíteni, és akkor, amikor Isten abban a kiváltságban is részesített, hogy az ő szolgájának lehetek a felesége, és én is szolgálhatok abban, amire elhívott, ez volt az életemnek a fénypontja, Istennek szolgálni, és a szolgája mellett lenni. Gyerekekkel foglalkoztam, fiatalokkal, vegyeskart alapítottam, betegeket látogattam, és sorolhatnám. Nagyon szerettem. És mégis eljött egy olyan pontja az életemnek, amikor minden összedőlt. Minden úgy láttam, hogy hiába való. A házasságom, a szolgálat, mindent odaadtunk a szolgálatért, és jobban szerettük azt, akik között szolgáltunk, az embereket. Az ő helyét elfoglalta az ő szolgája, és minden összeomlott. És az Isten kegyelme az, hogy egy olyan helyre jelentkezett be a férjem tudatlanul, nem tudta, hogy ott mi van még Berekfürdőre. Egy csendes hét volt, de ő a jó gyógyvíz miatt jelentkezett be, ahol Isten leültetett bennünket, és megszólított ott azon az evangelizációs héten. A férjem rögtön felismerte, hogy ő a szabadító, hogy rá van szüksége, hogy ő a megmentője. De én, mint jó ember, nem láttam a bűneimet, nem tudtam, hogy miből kell megtérnem. Vívódtam utolsó előtti napig.
És akkor az Isten olyan csodálatosan megnyitotta a szemem, a fülem. Az, ami addig süket volt, nem hallott szemem, ami nem látott. És elmondta azt, hogy nincs olyan, hogy jó ember, mert mindannyian bűnben fogantatunk és születünk. Semmilyen jó cselekedettel, akármilyen jónak is gondoljam, nem lehet bejutni a mennyben. Nem ismertem Jézus Krisztus, mint bűneimnek a szabadítóját. Az Atyát ismertem, aki fenntart, igazgat, megtart. Nem ismertem a Szentlélek Úristent. És elkezdte felfedni magát, rámutatni, hogy nincsenek kis bűnök és nagy bűnök. Mindannyian, minden bűnért, ha egyet is nem tartok meg a parancsolatok közül, méltó vagyok a pokolra. Hogy két úr van, vagy az egyiket szolgálom, vagy a másikat. És megkönyörült rajtam. A megtérő igem ez volt, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És azóta tisztogat, és azóta fedi föl azokat a bűnöket, amik még ott vannak az életemben. Aztán rá 4 évre Isten levitt ebbe a gyülekezetbe, ahol jelenleg vagyunk. Hátszegre, ez egy 10 000 lelkes kisváros. És olyan körülmények voltak és vannak, hogy egy idő után, egy pár év után megfeledkeztem arról, hogy ki vitt oda le bennünket, kinek volt még az akarata, hogy mi ott legyünk, itt legyünk. A körülményekre néztem, emberre néztem, embertől próbáltam ugyanúgy segítséget kérni. Mindenre azt a választ kaptam, hogy nincs, nem és nem lehet. A parókia olyan állapotban volt, hogy már egy darab a plafonról leesett az ágyunkra. A vízrosdás volt, többször megbetegedtünk tőle. A kályhában már nem lehetett tüzet rakni. Füstölt, ki kellett nyitni az ablakot, aztán a kiment, becsuktuk, és a kályha melegétől melegedtünk. És sorolhatnám. És én nem vettem észre, de eltávolodtam az Istentől, és a szívem megkeseredett. Ez egy olyan bűn, ami nem látszik rajtunk. És Isten egy olyan mélységet engedett meg megint az életemben, hogy felrázzon ebből az állapotból, mert mindent az örökké valóságra nézve, az üdvösségünkre nézve enged meg az életünkben. Egy baleset történt, egy íróasztalról leestem, és többek között nagyon odaütöttem a fejem, megrepett a bordám, és mivel rosszul éreztem magam, elvittek a központi kórházban, és a fejfájásomra kaptam egy kísérleti stádiumban levő injekciót. Addig épp, erős és egészséges ember voltam. És ettől az injekciótól kómás, önkívületi állapotba kerültem. Az orvos mindent elkövetett, hogy eltusolja a hibáját. És a betegek mondták, hogy vigyenek onnan el, mert elpusztulok. De az Isten az, akinek a kezében van az életünk, akinél számon van tartva még a hajunk szála is, és harmadnap visszahozott a halálból. De a jobb kezem lebénult, a látásom nagyon megromlott, a hangomat alig lehetett hallani. Isten tudta azt, hogy én másoknak, a férjem mellett beszéltem csak a halálról, de én nem voltam készen. Ő formált, ő alkotott, ő ismer bennünket a legjobban, jobban, mint mi saját magunkat. És az ő kegyelme az, hogy feljutottam Kolozsvárra. És annyiszor jöttek a betegek, és azt mondták, hogy jelentsük fel az orvost, hogy mással ne történjen ilyen. És valahányszor ebben megkísértett az ellenség, Isten jött az ő igéjével. Enyém a bosszúállás, én megfizetek.
Isten könyörülni akar rajtuk is, és értük is imádkozni kell. És elvette a ragot a szívemből. Olyan bűnök ezek, amik úgy kúsznak be a szívemben, hogy észesen veszem, de megmérgezik az életemet és a Krisztussal való kapcsolatomat. És nem engedte, hogy erőt vegyen rajtam, és átadtam neki, elengedtem. Aztán Kolozsvára felkerülve kerülő úton eljutottunk egy neves agysebészhez. Ő azt mondta, hogy ez egy olyan betegség, ami erős antibiotikumokkal, de gyógyítható. És ha belegondoltam, hogy mi van, ha mégsem, hogy ki kell nyitni a koponyám, akkor elfogott a félelem. És tudják, Isten megengedte. Megengedte, hogy megműtsenek. De ott volt velem. Ott volt velem, fogta a kezem, vigyázott rám, bölcsességet adott az orvosnak, türelmet, erőt az ápolóknak, és a műtét sikerült, dicsőség és hála neki. És az sem véletlen, hogy mikor műtöttek. Vasárnap este 6 órakor. És addig a román, Isten román népe között úgy szolgáltam, tudtam szolgálni, hogy nem vettem észre, hogy megfertőzött a bűn. És az a nép, aki között szolgáltunk, az a nép kiáltott, értünk. Felemelték a kezüket, este 6-kor gyűltek össze. Kiáltottak Miklós testvérét, mert így hívják, hogy nyomorúságban van, és az Isten mentsen meg bennünket, könyörüljön meg rajtunk, hogy ne szégyenüljünk meg. És mivel annyi beteg volt ott abban a kórházban, már a 7. nap pénteken hazaengedtek, mert együtt voltunk, a frissen megműtöttek, és a műtétre várok. És olyan félelmetes volt az a levegő ott, annyi szenvedés volt ott, hogy szó szerint kirakott a professzor úr. De hazavittek ebbe a városba, ahol most is lakunk, és ott ismét tévedés történt velem, és ismét életveszélyben visszakerültem Kolozsvárra. És ott elkezdtek vinni egyik kórházból a másikba. Nagyon magas lázam volt, 56% fertőzés volt a véremben. Egy lépés volt a halálig. És keresték a bajom, és nem kapták. Egyik kórházból vittek a másikba. És egy alkalommal elvittek az onkológiára is, ott azt mondták, hogy nem nyúlhatnak hozzám, mert meghalok, ha elaltatnak. És visszavittek az előző kórházba, ami a fertőző osztály volt. Ott meg azt mondták, mond egy hotelben, kapok egy éjszakára szállást, de mivel ilyen gyenge vagyok, nem tarthatnak többet ott, mert minden betegséget felszedek. És addig, ugyanúgy, mint addig, ezen a napon is, Isten a szolgáját, a társamat küldte be hozzám, mindig beszökött. Elbújt az ajtó mögé, mert nem engedték be ezekbe a kórházakba. És mindig elolvasta nekem az aznap ígét, de én ebben az állapotban mindig csak egy-két szót tudtam megjegyezni. De mivel ez az Isten szava volt, nem emberi szó, az elég volt az én lelkemnek, és olyan erőt kaptam, és olyan erőt adott Isten a harcra. És most is ugyanúgy elkezdte olvasni, és aznap a Jób történetéből volt az ige, Jóbnak a próbája, hogy Isten mi mindent megengedett a Jób életében. Meghaltak a gyermekei, a szolgái egy-egy maradt meg hírvivőnek, a vagyonát elveszítette, és ahogy olvasta, úgy fellázadt az én szívem, és azt mondtam, hogy hallgass. Ugyanaz a kérdésem volt, mint amikor az Isten a megtérés helyére vitt, de mit tettem rosszul? Mit csináltam rosszul? És tudják, hogyha az Úré vagyunk, az Úr nem hagy kísérteni bennünket erő felett. És a belsőmből szól, de hol vagyok én Jóbtól, mindenen áldás van, csak az egészségemet ingatta meg.
lecsendesítette a szívemet, és másnap ismét ima támogatást kérve és kapva, az Isten magyar népét Marosvásárhelyen, Kolozsváron és mindenütt kértük meg, hogy kiáltsanak az Úrhoz. És azóta hányan kiáltanak, még értünk. Áldott legyen az Úr, és áldja meg az ő népét. És másnap a 74. Zsoltárból volt az Isten igéje a Zsoltár végén. Most kelj fel, Uram, és védd meg a te ügyedet. Én ennyit jegyeztem meg akkor. Isten annyira sarokba szorított, semmi nem számított. Nem számított, hogy én is szolgáló ember vagyok, azt, hogy Isten szolgájának a felesége, azt, hogy mit tettem, semmi nem számított. Azt számított, hogy ő mit mondott nekem, és ő nem ember, hogy hazudjon. És én elhittem, hogyha ő maga harcol értem, akkor én nem kell féljek. És másnap olyan erőt kaptam, annyira éreztem, hogy az Isten népe hordoz, mint azt a beteget, amikor kibontották a házat, ahol Jézus volt, a tetőt. Hogy mintha nem is a földön járnék, mint a föld felett lebegnék, pedig éhes voltam. Ilyen sovány voltam. Nagyon-nagyon gyenge. És bevittek, tudni kell, hogy ott is ima harc volt, hogy kapjak egy ágyat. Annyi a beteg. És az Isten végig ott volt velem. Nem kellett elaltatni, és hogy vették a nyirokmirigyekből a biopsziát, a mintát. Imádkozni tudtam. Nem csak magyar nyelven, hanem román nyelven is. Abban a helyzetben nekem az egy emberileg egy lehetetlen volt. És hiszem, hogy az Isten fel tudja használni azoknak az orvosoknak az életében is. És sikerült, kibírtam, mindig kaptam egy kis zsibbasztót. És várnom kellett 10 napig, amíg megjön a biopsziának az eredménye. És annyi mindent megmutatott. Az agysebészeten is az Isten, és itt is. Rámutatott, hogy én hálátlan vagyok. Nem örültem a hajamnak. Tudják, volt egy elképzelésem, hogy milyen kell legyen a parókián az élet. Itt semmi nem volt, szerettem volna szolgálni, orgonálni. Nem engedtek meg, nem volt kinek, nem volt kivel. Nem örültem a hajamnak. Nem dicsőítettem a szememért, hogy látok. Testvéreim, hányszor elégedetlenkedünk és zugolódunk a hangomért, amit adott, amivel nekünk áldanunk kell egész életünkben az Istent. A betegeket kell vigasztalni, általunk, hogy vigasztalja Isten. Hogy minden dicsőséget, amit tehetünk, azt az Istennek adjuk. A kezünket, amit felemelhetünk, amivel főzhetünk, takaríthatunk, amivel ölelhetünk, szeretgethetünk. A házat, a meleget. Annyi mindent, ha felírnánk egy lapra, hogy mennyi mindent ad az Úr csak egy nap alatt, megszégyenülnénk, hogy milyen kevés az, ami hiányzik az életünkben. Hogy Isten mindent megad, úgy, hogy ígérte, ami az életre kell. De az a kérdésem is, hogy nekem elég, nektek elég, amennyit az Isten ad? Mindegyikünkkel egyénileg szól, egyénileg formálja, egyénileg enged meg dolgokat. Én valamit jobban, valami nekem jobban fáj, a másikat jobban kibírom, és mindegyikünknek azt engedi meg az életében, ami fáj, azért, hogy formálni tudjon, mert az életünk és az életem még nem mennyország, ez a föld, ez tele van harccal. Nem várhattam azt, megmutatta, hogy itt a földön tökéletes legyen. És a szolgája az nem az Isten. Egyszer neki mondjak el mindent, egyszer neki sírjak. És aztán mondjam el annak, akinek kell. És ne várjak embertől olyat, amit nem tud, vagy őt nem arra hívta el az Isten. Annyi mindent megmutatott. Vizsgáljuk meg mindegyikünk azt, a szívünket, hogy mi van ott. És 10 nap után, amikor megjött a biopsziának az eredménye, bejött a professzorasszony, és azt mondta,
Nem tudom megmondani, hogy ez a nagy fertőzés a véréből honnan lett, de nincs, eltűnt, hova lett. És aznap szintén a Jób könyvéből volt az Isten igéje. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen a neve. Az én életemben így kellett munkálkodnia ahhoz, hogy megmentsen, hogy megtisztítson, hogy felrázzon, hogy könyörüljön rajtam, de nem engedett elveszni, nem engedett megszégyenülni. És ezért, amíg élek, neki adom a dicsőséget és a hálát. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát, a Máté evangéliuma 16. fejezetéből, a 24-től 26-ig terjedő versekből olvasom. Hogy az élő Úr ma este hozzánk a Máté evangéliuma 16. részének a 24-től 26-ig terjedő verseiből miképpen szól hozzánk, hallgassuk meg alázatos szívvel, és megtisztelve az igét, hogy felállunk. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti. Aki pedig elveszti életét én érettem, az megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztallak téged, mindenható Isten, azért a drága ajándékért, azért a becses kőért, amit leraktál, Uram, a Sionon. Hogy aki hisz benne, az ne meneküljön és ne fusson. Köszönöm neked ma este, Uram, a meghasadt kárpitot. Köszönöm neked a meghasadt kősziklát, Izraelnek a kőszikláját, hogy megnyílt az én számomra is. És ma este kiáltok, hogy buzogj föl, kút, áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, töltsd meg szívünk, és tisztítsd meg, Uram, most hófehérre a ruhánkat, a szennyesünket. Köszönöm neked azt a folyót, ami onnan árad gazdagon, a keresztnek a tövéből is. Hadd igyunk ma este, Uram, bőségesen belőle, adj vizet a szomjazóknak, és magasztallak téged, hogy felemeltetett a Golgotán a kereszt, hogy akiket megmart mostanig a kígyó, akiknek a vérükben, a génjükben, a testükben ott van bent a kígyó mérge, ha ma este feltekintenek, életbe maradnak, életük lesz. Köszönöm neked, Jézus, hogy a te testedben megnyitottad számunkra az ajtót a mennybe.
hogy rajtad keresztül odajuthatunk ma este a kegyelemnek és az irgalomnak, a királyi székéhez is bűnbocsánatot nyerhetünk. Kérlek Jézus, hogy ma este itt közöttünk tárd tágasra ezt az ajtót, ezt a kaput. Hogy aki akar, hadd mehessen be az ajtón. És kérlek, Szentlélek, hogy árasz ki a te vonzásodat olyan gazdagon ma este ránk, hogy senki, aki itt van, ne tudjon ellene mondani a te hívó szeretetednek. Kérlek, hogy könyörülj, akin könyörülni akarsz, és irgalmazz azoknak, akiken irgalmazol ma este, a Jézus nevéért. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Ma este is köszöntöm szeretettel a miskolci belvárosi református templomba az itt lévők között az élőket és a holtakat. Akié a fiú, azé az élet. És akiben nincsen meg az Istennek a fia, abban nincs meg az élet sem. És akiben nincsen meg az élet, az halott. Te ma este, aki itt vagy, melyik vagy? Élő vagy, vagy halott vagy? Megvan-e benned az élő Úr, az élő Isten? Befogadtad-e őt? Tudsz nekem ma este, ha megkérlek, elvinni engem és megmutatni egy olyan helyet, egy padot, egy fát, egy kockakövet, egy kanapét, egy fotelt, ahol letérdeltél és befogadtad az Urat? Mert ha nincsen ilyen hely, akkor élet sincs benned. El tudsz engem vinni ma valaki olyanhoz, aki egyhez, aki arról tesz bizonságot ezen a földön, hogy általad talált el a kereszt alá. Van egy gyümölcse a hívő életednek, ha azt mondod, hogy hívő vagy? Voltál-e valaki számára életadó, életmutató, Krisztusra mutató, kereszthez vezető? Van benned élet? Azt mondja Pál apostol, hogy nekem ne legyen semmi másba dicsekedésem. Egyedül csak az én Uram a Krisztusnak a keresztjébe, aki által megfeszítetett a világ számomra, és én is a világ számára. És azt mondja Pál, meghaltam Krisztussal együtt. És én nem akarok tudni másról, és egyet akarok, hogy részese legyek az ő feltámadásának, az ő szenvedésének, hogy valami módon eljussak az igazak feltámadására. Krisztussal együtt megfeszítettem, meghaltam. Kérdezem tőled, Krisztussal együtt meghaltál-e világ számára? És a világ meghalt a te számodra? Vagy még mindig akarsz valaki lenni ebben a világban? Még mindig azzal vagy elfoglalva, hogy az image minek tartanak ebben a világban? Mit mondanak rólam az emberek? Hogy tekintenek rám mások? Meghaltál-e világ számára? Hogy élj a Krisztus számára. Mert hallottátok, hogy Jézus azt mondja, hogyha valaki én utánam akar jönni, és az én tanítványom akar lenni, akkor azt mondja Jézus, hogy a tanítvány két dologról lehet megismerni. E kettő nélkül hívő lehetsz, de tanítvány nem. Különbség van a hívők között,
akik követték Jézust, és különbség volt a tanítványok között. Ezt az igét Jézus a tanítványoknak mondta el. És azt mondta a tanítványoknak, hogy onnan fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim lesztek, vagytok egy, ha egymást szeretni fogjátok. És a másik, ahonnan megismerik, hogy valóban az én tanítványaim vagytok, ha képesek lesztek arra, hogy önmagatokat megtagadjátok, felvegyétek a keresztemet, és kövessetek engem. És azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja menteni az ő életét ebben a világban, az elveszíti azt. Aki pedig odaadja az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megmenti az ő életét, és akkor Jézus mond egy igét, hallottuk a tegnap este, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerte, amelynek máskülönben dicsősége elmúlik egyszer. De aki az Isten beszédét cselekszi, megmarad örökké. És azt mondja Jézus, és mit használ egy embernek, ha azt a világot, ami egyszer elvész, megnyeri magának, de a saját lelkébe kárt vall. A saját lelkébe kárt vall. Meghaltál ennek a világnak, és élsz-e a Krisztusnak? Drága testvérek, nekem abban a kiváltságban volt részem Erdélybe is, hogy megtérésem elején megismerhettem azokat az idős református lelkészeket a párjaikkal együtt, akik a régi rendszerbe éveken keresztül börtönbe voltak a hitükért. És ott ültem velük egy asztal mellett, együtt imádkozhattam velük, és az egész termet éreztem, ahogy már a jelenlétük elég ahhoz, hogy betöltse az Istennek a szent lelke a szobát. És amikor az Isten elhívott és kinyitotta számomra Ukrajnának a kapuját, és Kárpátaljának a területét, hogy végig evangélizáltam a falvakat egy-egy hetet, akkor Isten meg megadta nekem azt az örömöt, hogy találkozhattam azokkal, akik a keleti baráti körnek a tagjai voltak. Ők voltak az a 13 lelkipásztor, akik levelet írtak Stalinnak, hogy térjen meg. A levél el is jutott Bériáig. Azt nem lehet tudni, hogy Béria átadta-e a levelet Stalinnak. A felszólító ugyanazt írták, amit Dánielék Nabukadnecárnak. Hogyha nem térsz meg, akkor az Isten meg fog téged alázni. És megismertem azt a két lelkipásztort, Idős Zimányi Józsi bácsit és Horkai Barnát, az én drága öreg barátomat, a feleségével együtt, és ők annyira megszerettek bennünket, hogy adtak egy számukra és számomra most is felbecsülhetetlen ajándékot nekünk. Horkai Barnáné egy ennyi papírra festett egy gyönyörű rajzot, és kiküldte a férjének a lágerbe Szibériába. És a férje megkapta a rajzot, a festményt, és a szíve fölött őrizgette, és amikor hazajött Szibériából, hazahozta, visszahozta a rajzot, megmaradt, és ezt ajándékozták nekünk. A rajzon egy kis domb van, és a domb tetején ott van a Golgotai kereszt. A keresztnek az egyik oldalán sötétség van, és a dombon kopárság. A kereszt másik oldalán gyönyörű kékes napfény van, világosság van, és hallatlanul szép virágok nőnek
a keresztnek azon az oldalán a dombon, és a kettőt ketté ossza egy a kereszt tövéből áradó patakocska, tiszta vízű forrás, amely onnan ered, és ahogy jön le a keresztről, a keresztől úgy növekszik. És a kereszt alatt, a földön, mint amikor két cserepet ledobunk a beton járdára, és a cserepek darabokra törnek, a kereszt alatt a földön ott van két betű összetörve a kereszt alatt. Egy E betű és egy N betű. Én. Összetörve a Golgotai kereszt alatt az én, az egóm, ismerős, az akaratom, amire Jézus azt mondja a Getsemáné kertbe, hogy Atyám, ne az enyém legyen. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. A megadás. Ott van az én összetörve, az akaratom, a vágyaim, a célom, az elképzelésem, ahogyan én gondoltam el, hogy berendezem az életemet, járom az utamat, és csinálom a dolgaimat. Nem figyeltétek meg soha, hogy amikor Isten kihozza Lótot Sodomából, akkor elmondja neki a szabadulásnak a négy terminusát. Az első, Lót, mensd az életedet. Ne a forintodat mensd, ne a bankszámládat mensd, ne a bútorodat mensd, ne a plazma tévédet mensd, hanem Lót, mensd az életedet és mensd a családodat. A másik, nehogy megállj a környéken, mert úgy jársz, mint azok, akik a süllyedő Titanic mellett maradtak. Mit mondott Jack Rose-nak a Titanicba, amikor ott vergődnek a vízbe? Hogy minél távolabb a hajótól. Mert amikor a Titanic süllyedni kezd, amikor ez a nagy Titanic, amit a világnak hívnak, süllyedni kezd majd egyszer, és elmerül az Isten ítéletébe, nehogy megállj a környéken, menj messze, mert olyan lesz a beszippantása, olyan lesz a húzása, hogy akik a környéken maradnak, mit mond a fáraó Izrael népének, amikor azt mondják, hogy el akarunk menni? Jó, csak nehogy messze. Azért még egy dréhelsőre tudjátok visszaugrani Egyiptomba. Ügyelj, nehogy nagyon messze menjél már Egyiptomtól. Azért még egy Marlboróra tudjál visszaszökni. És aztán megint kimehetsz. Nehogy megállj a környéken. És a harmadik terminus, ne nézz hátra. Ne nézz hátra, hogy süllyed Sodoma. Ne sajnálj semmit, ne szállj le a háztetőről, nehogy begyere a mezőről. Mensd az életedet, és a negyedik pedig a hegyre menekülj. A hegyre menekülj. És figyeljétek meg, hogy a nyomorult Lót olyan hatással van rá Sodoma, hogy a négy terminusnak az egyikét elkezdi bótolni az Istennel, elkezd üzletelni az Istennel. Uram, ne kelljen a hegyre menni, hanem nézd csak, itt van ez a kis coár. Én ezt így képzeltem el, én Lót, én így látom jónak, hogy amit te mondasz, az nem jó nekem. Itt van ez a kis coár, hadd meneküljek oda, aztán majd, Uram, hogy bejutok a barlangba, meg vérfertőzésbe a lányaimmal, meg bűnbe, meg nyomorúságba, meg lesz belőle egy Moab, meg Ammon, akik végig Izrael ellen fognak harcolni, mint testvérei Izraelnek.
Elkezdi a szabadulásnak az egyik terminusát bótolni, és tudjátok, mit hiszek, testvérek, hogy a felesége Lót miatt veszett el. Mert azt mondja az Isten, jó Lót, még ebbe is engedek neked, csak már gyerek is Sodomából. És a felesége látta, hogy lehet üzletelni az Istennel, le lehet alkudni a terminust, hát akkor hátra is lehet nézni. Hű, ott felejtettem a Céline Dion parfümömet, meg az Éven rúzsomat. Ott maradt, hogy nem jutott nekem eszembe, hogy hozzam ki Sodomából, és visszatekintett, és ott már testvérek nem ment a dolog, ott maradt sóbálványá, amikor meglátta, hogy milyen az Istennek az ítélete. Azt mondja Lót, ne kelljen a hegyre meneküljek, mert a hegyen meghalok. Mi van, Lót? Az Isten azt mondja, hogy mensd az életedet, és menekülj oda a hegyre, mert ott van számodra az élet, és te erre azt mondod, hogy ne kelljen oda menni, Uram, mert én a hegyen meghalok. Mi hal meg a hegyen, testvérek? Mi hal meg a hegyen? A kereszt alatt. Tudjátok mi? Az én. Az akaratosságom, az én útam, az én tervem, az én elképzelésem. Ha valaki én utánam akar jönni, mondja Jézus, és közületek tanítvány akar lenni, az tagadja meg magát. Az ezzel kezdje, tagadja meg magát. Testvérek, mit jelent magunkat megtagadni? Szeretném elmondani, remélem, hogyha itt van, nem haragszik meg. 10 évvel ezelőtt, amikor 2 hetet evangélizáltam Miskolcon, és visszamentem Erdélybe, kaptam innen egy nőtestvéremtől egy levelet. Lehet, hogy itt van ma este ő is, az evangélizáció. Nagyon udvariasan, kedvesen, szépen bemutatkozott, és a levélbe leírta azt, hogy 15 éves korában döntötte el, hogy követni fogja Jézust. És leírta a levélbe, hogy azóta eltelt 40 év. És most 55 éves, és drága Miklós tiszteletes, azért írok, mert szeretném elmondani a szomorúságomat, hogy az 55 év alatt az Úr Jézus Krisztus nekem nem teljesítette a kéréseimet. Hát, drága testvérek, ennél nagyobb tragédia nincs egy hívő ember életében. Úgy élni hívőként, hogy amit akarok, vagy amit ki akartam vitelezni megtérés előtt, Isten nélkül, azt nem tudom kivitelezni megtérés után az Istennel. Ezt így fordítják le. És drága testvérek, ez annak az oka, hogy ma Magyarországon átestek a ló túlsó oldalára, a hitetlenségből a másik oldalra, hogy Magyarországon elkezdtek egy sikerevangéliumot hirdetni. Hogyha te az Úr Jézus Krisztust követed, neked mindig tele lesz a zsebed pénzzel, meg a bukszád. Gyere, kövesd az Úr Jézus Krisztust, mert minden dolgod, minden problémád megoldódik. Nekem még több lett utána. Sőt, meghurcoltak 2 évig a hitem miatt, és elítéltek. Gyere, kövesd az Úr Jézus Krisztust, és figyeljétek meg, lelkész mondta nekem, amikor a feleségemmel jártuk a kórházat, hogy vajon milyen bűnt követtetek el. Rá 2 évre rákos lett ő, és 6 hónap alatt meghalt. Bennem volt cinikusan, hogy most én kérdezzem meg, hogy te meg milyen bűnt követtél, hogy meghaltál. Gyere, kövesd Jézust, soha nem leszel beteg. S ha beteg leszel, akkor meg valamit elkövettél, akkor valami nincs tisztában a Krisztussal való kapcsolatodban. Ja, testvérek, felvenni a Krisztus keresztjét, és hordozni azt a keresztet, amely jellemet formál.
Hordozni azt a keresztet, amely kipróbáltá tesz, megedzetté a kitartásban. Ma ez a világ azt kommunikálja, dobd le a keresztet, és menj azon az úton, amelyik a legkönnyebb. És ne hordozd Jézusért a keresztet. És drága testvérek, amikor ez van a szívedbe, akkor három dolgot kell eldönteni. És ezt azért mondom el, hogy sokan már az elején tudjátok, hogy mit jelent a tanítvánság. És az első, amit el kell dönteni, amikor Jézust elindulok követni és tanítványa leszek, az első, ami el kell dőljön bennem, hogy ki szolgál kinek. Ez az első, amit el kell dönteni. Tudjátok, hogy miért? Mert a vallásos ember azért vallásos, hogy neki szolgáljon az Isten. Megy a tesz szerinti Izrael a silatófalhoz. És a silatófalba beteszik a kis cetlit, mint a magyarok a kívánság kosárba, a Duna TV-n, a Jucikának a múló hajszálak elégiáját. Ezt kérem. Küldjük a cetliket, testvérek, hogy az Istennek, hogy mi az igényünk, gyógyítsa meg ezt, gyógyítsa meg azt, aztán utána állhat az ajtón kívül, ó Jézus árva csendbe, az ajtón kívül állsz, bejönnél, igaz, némán kulcsfordulásra válsz, mi mondjuk, hogy miénk vagy, hát bírjuk cérnával mondani, hogy a miénk vagy, te vagy a név, te vagy a jel. És azt mondja, ó szégyen, hogy te vagy az, akinek az ajtó előtt állni kell. És drága testvérek, a másik oldalon ott vannak a hívők, és nézzétek meg, hogy mi Pál apostolnak az első imádsága, amikor megtért a damaszkuszi úton. Mit akarsz, hogy cselekedjem, Uram? Eddig vallásosként azt cselekedtem, amit én láttam jónak, és üldöztem az Isten népét, és ellened mentem, Uram. És elvártam azt, hogy te ebbe nekem segíts. Ebben nekem segíts. És ahogy megtér, ez a különbség a hívő ember és a vallásos ember között. Hogy a vallásos ember mindig azt akarja, hogy neki az Isten szolgáljon, szolgálja ki az ő elvárásait, kéréseit, a hívő embernek pedig ez az imádsága, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és én engedelmeskedek neked. És én engedelmeskedek neked. A másik kérdés, drága testvérek, hogy kinek a kezében van az életednek a gyeplője. És elmondom, hogy hogy van ez. Ott vagy az életednek a szekerén, és mész és vezeted a lovakat. És a szekér mellett 15 éves korodba elmegy Jézus. Elmegy Jézus, és megszólít téged a szekéren. Megengeded, hogy felüljek a szekeredre? És erre lehet, hogy te azt mondtad, hogy persze, hogy elengedem Jézus, mert azért csak jó, hogy az Isten ott legyen a szekéren, amikor a szekér az onkológia fele megy. Azért csak jó, hogyha az Isten ott van a szekéren, amikor billeg a szekér, és úgy néz ki, hogy felborul minden az embernek az életébe. Azért jó, hogy ott legyen a bakkon az Isten, és még megigazítod a báránybőrbundát, felmelegítesz két téglát Jézus talpa alá, hogy érezze jól magát a szekéren, és odaül Jézus melléd a szekére, és ketten mentek együtt. Csak hogy egyszer Jézus látja, hogy hogy megy a szekér. És megszólít téged, és azt mondja, hogy figyelj csak ide, nem adnád ide az én kezembe a gyeplőt, hogy én vezessem a szekeret.
ne, Uram, te csak ülj nyugodtan itt mellettem. És hogyha baj van, akkor segíts. Akkor hozd egyensúlyba a szekeret, de a gyeplő az én kezemben van. Én mondom meg az irányt, én mondom meg a sebességet, hogy hogy mennek a lovak, hogy hogy húzzanak a lovak, és én mondom meg azt, hogy mikor állunk meg, és mikor megyünk tovább, a szekér felül én döntök, hogy hova megy, és hogy hogy megy. Te ülj itt csendbe. Megkérdezhetem, hogy a te életedben kinek a kezébe van a gyeplő. Az életednek a gyeplője. Milyen irányba tart az életed? Abba az irányba, amit te döntöttél el, és te akarsz, vagy abba az irányba, amelyet Jézus mond. És Jézus kér tőled. Rábíztad-e már teljesen az életedet az ő vezetésére, a Szentléleknek a vezetésére? És a harmadik, drága testvérek, az az, hogy Jézus Jeruzsálem felé ment. Ez volt az ő útja. És a Jeruzsálem felé vezető útján Jézus nem fogadják be az egyik faluba. És a tanítványoknak úgy felmegy a cukra erre, hogy azt mondják, hogy Uram, kérjünk tüzet az égből, hogy pusztítsa el ezeket az embereket. És azt mondja Jézus, hogy ti nem tudjátok, hogy most milyen lélek van bennetek. Az embernek a fia nem azért jött, hogy pusztítson, hanem az embernek a fia azért jött, hogy megtartsa az embereket, hogy üdvözítse az embereket. És elmentek egy másik faluba. Drága testvérek, sok hívőt ismerek, akik úgy lettek hívőkké, hogy azt remélték, hogy nekik a világ majd tapsolni fog. Meg éjjenezni fogja őket, hogy új, micsoda missziót végeztek. Ó, de ügyesek vagytok, hogy ti így hirdetitek az evangéliumot. Úgy lettek hívőkké, hogy azt hitték, hogy a világ a vállán hordozza őket, és dicsimnuszokat énekel, és sokszor azt látod, hogy a világ nem fogad be. Drága hívő testvérek, a Jeruzsálem felé vezető utadon. Ha tényleg Jeruzsálem felé tart az irány, az utat, és arra fele mész, a tanítványságnak és az elvettetésnek az összefüggését fogad el. Még egyszer elmondom. A tanítványságnak és az elvettetésnek az összefüggését fogad el. Ha tanítvány vagy, soha nem fog szeretni ez a világ. Azt mondja Jézus, ha ebből a világból valók volnátok, akkor a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel már nem ebből a világból valók vagytok, ezért gyűlöl titeket a világ. De szeretnék egy vigasztalást mondani nektek, engem előbb gyűlölt, mint titeket. És titeket azért fog gyűlölni ez a világ, és soha nem fog befogadni, csak akkor, ha megalkuszol. Akkor fog befogadni, ha megtagadod a mesteredet. Akkor fog befogadni, de akkor is le fog tiporni, mert azt mondja Jézus, hogyha a só megízetlenedik, akkor mivel sózzák meg? Ez az abszolút-abszolút, ahogy a Székely mondta, hogy az abszolút-abszolút az, ha a tetű megtetvesedik. Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Hát miért kell a sót megsózni? És azt mondja Jézus, pont ilyen abszolút-abszolút az, ha a kereszténység elveszíti az erejét. Mire jó egy kereszténység, amelyben nincs a lélek ereje? Azt mondja Jézus, csak arra, hogy kihajtsák Miskolcon az emberek az ablakon, és megtapossák. Tudod, milyen örömmel?
tapottja a világ az élettelen, erőtlen keresztényt? Hogy örül a világ, amikor Krisztust megtagadó keresztényt lát? Micsoda diadalordítás van a pokolban, amikor egy keresztény elbukik? Azt mondják, hogy működik tovább, mert működik. Hát, ha győzünk. Azt mondja Jézus, ha a só elveszíti az ízét, nem jó másra, csak hogy kidobják az ablakon, és eltapossa ez a világ. De mi testvérek nem vagyunk a meghátlálás emberei. Amen. Nem hallottam. Amen. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem az életé vagyunk, hogy életet nyerjünk. Ezért nézzetek fel Jézusra, a győztesre, és győzni fogtok. És testvérek, nekünk nincs hátra meg vissza út. Eldőlt a szívembe, követem Jézust. Nincs visszaút. Nincs visszaút, mert a visszaút csak egy. És ez a visszaút az, hogy megtapos téged ez a világ. A Jeruzsálem felé vezető utadon van egy ének, hogy ott majd vígan lépkedünk színarany utcákon át. Halljuk angyalok dicséretét. Szemünk látja Jézus arcát. De addig még van egy kicsi, testvérek. És arra kérlek benneteket, hogy tartsatok ki. Tartsatok ki, mert aki mindvégig megmarad a hitben, az üdvözül. Aki mindvégig, az utolsókig kitart. És Isten az ő erejét fogja neked adni, hogy te mindvégig kitarts. Hogy te mindvégig kitarts az úton. Azt mondja Jézus, ha valaki követni akar engem, akkor tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és jöjjön utánam. Mert ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszti. Ha valaki elveszti, megnyeri az ő életét. Bizonyára ismeritek a Kovádis című regényt, és a filmet is, amely ez alapján készült. Ez egy régi katolikus hagyomány alapján készült, íródott regény és film, amely arról szól, hogy Péter ott van Rómába, elkerül Rómába, és Rómába keresztényüldözés van. Vadállatok elé viszik a keresztényeket, mágián kereszten viaszba burkolva elégetik őket, megfeszítik őket, és ezek között, a körülmények között Pétert rábeszélik a hívők, hogy mentse a bőrét, mentse az életét, és menjen el Rómából. Lehet, hogy te is ma este úgy vagy itt, mint Péter. Hogy rábeszéltek arra, hogy nehogy megtérj. Nehogy odaadd az életedet Jézusért. Nehogy elveszítsed magadat. Téged, neked is bebeszéltek már. Az agyamat dobom el Erdélybe, amikor egyházi emberek beszélnek le egyszerű embereket a Krisztus követéséről. Hogy ne kövessék Jézust. És Pétert a hívők beszélik rá, és Péter eldönti, hogy na jó, akkor hallgatok, látok, és elindul kifelé a Via Appián, kifele Rómából, és ahogy megy kifele Rómából, szembe jön vele Jézus. És Péter megdöbben, és azt kérdezi Jézustól, hogy Kovádis Domine, hova mégy, Uram? Hova mész, Uram? És Jézus azt mondja Péternek, megyek Rómába, hogy újra megfeszítessem.
És drága testvérek, Péter tudott valamit, mert szerintem a zsidókhoz írt levelet Péter írta, nem Pál. Egészen más a hangneme, a temperamentuma, érzik a zsidókhoz írt levélen, hogy itt ezt nem Pál írja, ezt Péter írja határozottan. És ott a 6. fejezetben van egy olyan ige, hogy mi van azokkal, akik másodszorra feszítik meg a Krisztust önmaguknak. És Péter erre ébred rá a Via Appián, hogyha Jézus elmegy Rómába és újra megfeszítetik, akkor a zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy nincsen többé kegyelem. Akik megizdálték, akik megismerték, de megtapották a szövetség vérét, másodszor feszítik meg Jézust, bocsássatok meg testvérek, de ezért nincs a katolikusoknál a misén megtérés. Én még senkiről nem hallottam, hogy katolikus misén megtért volna, vagy Csíksomjón. Szép volt, jó volt, minden jó volt, csak Jézust nem ismerem. És ez azért van, testvérek, mert ahányszor van a mise mondó papok annyiszor áldozzák meg azt a Krisztust, aki egyszer és tökéletesen megáldoztatott nagypénteken. Amen! Amen! Krisztus egyszer halt meg a bűnökért. Egyszer adta a vérét. Ez nem úgy működik, hogy mi itt bűnösön összeállunk, aztán ahányszor Isten tiszteletet tartunk, annyiszor áldoztatik meg a Krisztus. Ez nem tőlünk, nem rajtunk múlik. Testvérek. És testvérek, nézzétek meg azt, hogy Péter a Jézussal való találkozásból tudja, hogyha bemegy, visszamegy Jézus és meghal Rómába, nincsen többet kegyelem, és nincs irgalom. És ez az a pillanat, amikor Péter az életébe eldönti, és kimondja azt, hogy jó, akkor Uram, akkor ne menj, megyek én. Megyek én helyetted, és én meghalok a kereszten, és odaadom az életemet, érted? Drága testvérek, meghalni a kereszten, és meghalni az énednek, és meghalni az egódnak. Mondtam azt, hogy ezekkel az öreg idős lelkipásztorokkal, amikor együtt voltam, akkor olyan volt mindig a légkör, hogy soha nem tudtad elhallgatni előttük azt, ami benned volt. Voltál-e már olyan testvérrel közösségbe, ahol ha akartad, ha nem, mondani kellett azt, hogy mi van benned? És egyik alkalommal Mező Panitra mentünk Betánia evangelizációjára, és idős Viski Feri bácsi prédikált azon az Isten tiszteleten. És nem tudom, hogy miért, valami egyszerű ok miatt a feleségemmel egész úton vitatkoztunk egymással. És egy olyan felkavart lelkületbe érkeztem oda, és a szünetbe ott szendvics, meg sütemény, és kijön Feri bácsi, ő prédikált, kijön Feri bácsi, és odajön hozzám, és azt mondja, hogy Miklós, hogy vagytok? És ezek voltak azok, akiknek nem volt mit színészkedj, hogy így vagy, meg úgy vagy, mondani kellett, hogy hogy vagy. És mondom, hogy hogy vagyok, és rám néz, és azt mondja a kis öreg, Miklós, akarod, hogy a feleségeddel egy jó kapcsolatod, házasságod és békességed legyen? És ránézek, és mondom, Feri bácsi, igen, akarom. Na akkor, fiam, adok neked egy tanácsot. Mostantól kezdve, ha a párod Etelka azt mondja, hogy az ég zöld, te azt mondod neki, hogy igen, drágám, az ég zöld. És ránézek Feri bácsira, és mondom, de Feri bácsi, az ég kék. Rám néz, és azt mondja, fiam, én nem azt kérdeztem tőled, hogy milyen színű az ég.
Én azt kérdeztem tőled, hogy akarsz egy jó házassági kapcsolatot a feleségeddel? És mondom neki, hogy Feri bácsi, igen. Na akkor fiam, az ég zöld, érted? És ránézek, és mondom magamban, micsoda igaza van a kis öregnek. Mit számít az, hogy milyen az ég? Milyennek nevezed az eget, férfi testvérek, ha otthon a küszöbön belül, a házadba, a családodba, az otthonodba, békességbe élsz a feleségeddel? Hát testvérek, ebbe van az erő. A küszöbön, ha kilépsz, akkor van erő, ha a hátad mögött nem ég a ház. Ha egyetértés van közötted, meg a feleséged között. És milyen vitatkozunk sokszor? Hogy zöld az ég, vagy kék az ég? Ezen szoktunk mi egymással vitatkozni, hogy milyen színű az ég. Testvérek, megtagadtad magadat? Mert Raucs Liza néni azt mondta, hogy tudod mit, barátom? Neked legyen igazad, nekem meg békességem. Tudod, ma este is legyen tied az igaz, kimész, aztán mondod majd az igazadat, ami a te igazad. Legyen a tied az igaz, meg az utolsó szó. Én azt akarom, hogy nekem békességem legyen. És testvérek, ahhoz, hogy neked békességed legyen, ahhoz le kell mondjál a magad igazáról. A magad igazáról. És ez a kérdés, hogy a másikért meg tudod-e tagadni magadat. És nemet tudsz-e mondani a saját magad igazára. És fel tudod-e venni a keresztet, és a kereszttel hordozni a másikat. Hordozni a keresztet. Hordozni a Krisztust. Aki nem tagadja meg magát, és nem veszi fel a keresztet, az lehet tovább hívő, de tanítvány nem lesz soha. A tanítvány az, aki azt teszi, és azt mondja, amit mestere tanít, és testvérek, a tanítvány nem döntheti el, ezt a lelkipásztoroknak mondom, hogy az evangéliumból mi az, amit elmond az embereknek, és mi az, amit nem mond el az embereknek. Ezt a tanítvány nem döntheti el. Ha tanítvány vagy, akkor amit a mestered mondott, azt az egészet el kell mond, akármibe kerül. És akármi lesz a következmény. Drága testvérek, végezetül, ha már egy tradícióról beszéltem, akkor szeretném befejezni a ma estét egy olyan régi keresztény tradícióval, amely arról a római katonáról szólt, aki Jézus Krisztusnak az oldalába beszúrta a dárdáját. Ezt a katonát Longinusnak hívták, és a hagyomány arról szól, hogy amikor Jézus levetkőztették mesztelenre, és mesztelen feszítették fel a keresztre, nem jól ábrázolják a katolikus templomokban a megfeszített Jézust, mert Jézus tanélkül, a rongy nélkül feszítették fel, ő nem a haláltól félt, ő hős volt, ő a szégyentől félt. Hogy ott majd fog jönni belőle a vizelet, a szél, minden, a kín, a vér, és ő ott fog függeni a szent mesztelenül fent a kereszten. Ő a szégyentől félt, mert elhordozta az Ádám és Éva szégyenét, akik ággal meg levéllel akarták eltakarni magukat. Felvette a szégyent, és felvitte a keresztfára, hogy dicsőségé alakítsa át az ember, a bukott ember számára. És amikor levették a ruháját, a köntöse egy darabból volt felülről egybe szőve, és azt mondták, hogy ezt ne tépjük szét kapcának, mert erre használták az elítélteknek a ruháit, hogy kapcát hasítottak belőle a lábukra, hanem erre vessünk sorsot,
és aki nagyobbat gurít az árral, azé lesz a ruha. És a köntös Longinusnak jutott, és ennek az embernek onnantól kezdve nem volt többet békessége, járta az ígéret földjét, és mindenki látta rajta, hogy Longinus békételen. És egyik alkalommal Longinus találkozik a tanítványokkal. És a tanítványok, hogy feloldozzák ezt az embert a lelkiismeret terhe alól, oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy Longinus, figyelj ide, mi nem neheztelünk rád azért, hogy a mesterünknek a köntöse neked jutott. Megbocsájtunk neked. És azt mondja Longinus, hogy fiúk, nem ez a baj. A baj az, hogy amikor nagypénteken elsötétedett az ég, és remegni kezdett a föld, és jött az az ítéletidő. A százados kiadta nekünk a parancsot, hogy győződjünk meg afelől, törjük el a keresztre feszítetteknek a lábszár csontjait, hogy ne tudják többet felhúzni magukat, a kereszten is levegőt szívni, fulladjanak meg. És eltörtük a két gonosztevő lábszár csontját, és amikor odaérkeztem Jézushoz, akkor láttam, hogy ő már halott. De a százados azt mondta, hogy a szuronyomat, a lándzsámat szúrjam be a bordái alá, a szíve meg a mája közé, hogy győződjek meg róla, hogy valóban meghalt, és én beleszúrtam a lándzsámat az oldalába, és ekkor az oldalából vér és víz jött ki. Vér azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, mert víz az, vér és víz abból jön ki, akiből már az utolsó csepp vér is kifolyt. És azért írja lesz János, hogy bizonyos légy afelől, hogy ő minden bűnödet megbocsájtotta. Az utolsó csepp vér is azért folyt ki belőle, hogy te bizonyos légy afelől, hogy mindegyik bűnödet, az utolsót, a legkisebbet is eltörölte, és megbocsájtotta. És ez a vér és víz rám fröcskölt, és nekem azóta nincsen békessége. És mondjátok meg, hogy van-e nálamnál elvetemültebb ember ezen a világon. És akkor a tanítványok közül kilép egy. Odáll Longinus elé, és azt mondja, hogy Longinus, én ismerek egy náladnál gazemberebbet. 3,5 éven keresztül Jézussal együtt járt. Nem csak a földön, hanem járt vele a vizen is, a tengeren. 3,5 éven keresztül Jézussal együtt aludt, együtt evett vele. Látta, hogy 5 kenyérből és 2 halból eszik 5000 ember. Látta a leprásokat meggyógyulni, a vakoknak a szemét megnyílni. Hallotta minden egyes evangelizációját, ige hirdetését, és egy este 3-szor átokkal, esküvel és káromkodással. Mert nem egyszerűen csak tagad. A Biblia, a görög 3 különböző szót használ, eskü, átok és káromkodás. Megtagadta még azt is, hogy ismerte őt. Longinus ránéz, kétségbe esve, és azt mondja, hogy ki volt ez a semmi ember. És a másik a szemébe néz, és azt mondja, hogy én voltam az, Péter. És ekkor Longinus összeesik. Odaesik Péternek a nyakába, átöleli Péternek a nyakát, és elkezd keservesen sírni. Akkor Péter, mondd meg nekem azt, hogy ezután mi mit fogunk csinálni. Ezután mi hogy fogunk embereknek a szemébe nézni? Hogy lehet ezután még élni?
Péter megfogja így Longinuszt, belenéz a szemébe, és azt mondja, elmondom neked, Longinusz, hogy mit csinálunk. Elmegyünk Rómába, én a zsidó halász, és te a római katona, és el fogjuk mondani, bizonságot teszünk Rómába a világnak, hogy két semmire kelő gazemberen hogyan könyörült meg az Istennek a fia. Drága testvérek, Miskolcon ma sincs más evangélium. A vallásosok álljanak innen fel, ha nem térnek meg, és menjenek ki az ajtón a szemük világába. Vallásos nem kell az Istennek. Egy evangélium van, egyetlen egy evangélium, és ma Miskolcon ez az egy az evangélium. Mások változtatták meg, nem a Krisztus követői. És ez az evangélium az, hogy az Isten ma este is a bűnösön akar könyörülni. Én nem azért jöttem közétek, mondja Jézus, hogy az igazakat hívjam a megtérésre, hanem azért jöttem, hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek van szüksége orvosra. Nincs más evangélium. Ez az evangélium, hogyha itt valaki közületek elismeri magáról azt, hogy ő bűnös. És ha valaki érzi a bűnének a súlyát, a bűnének a terhét, az ma este jöjjön. Az ma este jöjjön, de egyféleképpen jöjjön csak, ha kész vagy megtagadni magadat, és felvenni a keresztet a válladra. Ha kész vagy magadat halálba adni, és kész vagy arra, hogy ebben a világban Jézus Krisztus keresztjét hordozd, testvérek, a Jézus keresztje változtatta meg mindenkinek a hozzáállását, aki találkozott vele. Nem a jóléti evangélium fog embereket megtérésre vinni, hogy de jól megy nekem, nekem az életemben minden működik, én keresztény lettem, Krisztus követő, minden oké, nekem minden sikerül, sok helyre úgy megyek evangélizálni, hogy azért hívják Bódis Miklóst, hogy egy sikerevangéliumot hirdessen. Nincs sikerevangéliumom. Bukásaim vannak, testvérek. Harcolok magammal, és a legnagyobb harc az volt, amikor megtértem, hogy tudtam, hogy magamat kell a halálba adnom. Nagyon jól tudtam, hogy mit fognak mondani majd a barátaim, a főnökeim, azok, akikkel addig cimborák voltunk, meg kollégák voltunk, nagyon jól tudtam azt, hogy mit fognak mondani, mi lesz a véleményük. Egy harc volt magammal, és amikor ezt a harcot magammal megharcoltam, akkor ide a Bibliámnak az első oldalára beírtam a legnagyobb ellenségemnek a nevét. Hogy amikor kinyitom a Szentírást, az első oldalon mindig tudjam, hogy nekem kivel van dolgom. És olvasom az első mondatot, ami ide van írva. Bódis Miklósnak a legnagyobb ellensége maga Bódis Miklós. A legnagyobb győzelem az lesz az életedbe, ha őt sikerül legyőznöd. Nagyra vágyását, indulatát, haragját, heveskedését, kívánságait. Ki a te legnagyobb ellenséged? Amikor elindultál a bűn útján, valaki a tarkóthoz tette a pisztolyt, hogyha nem iszol, lelőlek. Ha nem paráználkodsz, akkor meghalsz. Ki indult el a bűn útján? Ki a te legnagyobb ellenséged, a másik, a melletted lévő,
a főnököt, a szomszédot? Nem. Nem. A legnagyobb ellenség te vagy. Te viszed halálba, meg kárhozatba magadat. De Jézus azt mondja ma, ha az enyém akarsz lenni, az én tanítványom, ezt az egót és ezt az ént, amely állandóan téged tönkretett, ezt ma este tagadd meg, vedd fel a keresztet, és kövess engem. És testvérek, a kereszt mindig formál bennünket, hogy kirajzolódjék rajtunk a Krisztus. Hogy kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus. És ha akarod, hogy ez a világ megismerje, és felismerje, hogy te az ő tanítványa vagy, akkor két dolgot kell szeress. Az egyik az elveszett embert. Az elveszett embert. Szereted-e az elveszett embert? Megteszel-e mindent azért, hogy az elveszett ember üdvösségre jusson, üdvösségre kerüljön? És a másik pedig az, hogy felvenni a keresztet és csendbe, alázatba, béketűrésbe követni az Úr Jézus Krisztust. Azt mondtam ezen a héten, hogy mutatok nektek egy kiváltképpen való útat. És ez a kiváltképpen való út, ez a kereszt. És ez a keresztnek a titka. Ebbe van az, amire Pál azt mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Bolondság a világnak. De nekünk, akik üdvözültünk, és nekünk, akik megtartatunk az örökké valóság számára, az Istennek az ereje. És az Istennek az ereje abban mutatkozott meg, hogy ő leszállhatott volna a keresztről. De ő nem szállt le. Ő nem szállt le. Ez a keresztnek az eleje, hogy leszállhatott volna, de ő fennmaradt. És véghez vitte az üdvösségnek a munkáját, és téged ma este arra hív, hogy gyere és kövesd őt. Lépj az ő nyomába, vedd fel az ő keresztjét, az ő igája gyönyörűséges, az ő terhe könnyű, és menj Jézus után, és ez a kereszt fog neked diadalt adni, dicsőséget, és ez a kereszt fog téged méltóvá is érdemessé tenni arra, hogy bejuss az Istennek az országába. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a hétvégét, ezeket az estéket, és köszönjük, Uram, hogy minden egyes alkalommal felragyogtattad számunkra a keresztnek a dicsőségét, a szabadulásnak a lehetőségét, hogy megtérjünk, hogy jöjjünk, Uram, és éljünk. Köszönjük neked, hogy ez a kereszt, ez mindig ott van, ez nem mozdul. Hogy mi távol kerülhetünk, vagy közel jöhetünk, de te mindig ott vagy, és mindig vársz bennünket. És hálát adunk, Uram, azért, hogy ma este hallatszott az evangélium, hogy nem az igazakat, hogy nem a vallásosokat, nem azokat jöttél hívni megtérésre, Uram, akik igaznak tartják magukat, mert ők nem tartják méltónak a te áldozatodat arra, hogy jöjjenek. Ők a maguk igazába hisznek. Köszönjük, hogy jöttél a bűnösökért, és imádkozunk, hogy aki ma este, és ezen a hétvégén átélte elesett voltát, átélte nyomorúságát, erőtlenségét, tehetetlenségét, az jönni tudjon ma este a kereszt alá. Uram, add a te szabadításodat a megkötözötteknek, a börtönbe lévőknek, a lesújtottaknak,
az okkultizmusban vergődőknek, kínlódóknak, félelem között élőknek. Kérünk téged, hogy ma este is légy minden mindenekben, a te kereszted által. Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged, véres trónon uralkodó király, örök szeretetedért, győzelmedért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tanul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Én két dolgot szeretnék hirdetni azok számára, akik ma este is először vannak az evangelizáció sorozaton, hogy a templomból kimenet szeretnénk minden újonnan érkezett számára egy igéskártyát adni. Valaki elveszítette az igéjét? A járdán találtam egy igét első este, itt van a kezembe. Aki elveszítette, elmondom neki, hogy nagyon jó ige. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. János 6:69. Azért mondom el, mert a Székelyföldön evangelizáltam, és másnap este jött a polgármester kiizadva, füstölgött a feje az evangelizáció után, bizalmasan odajön hozzám, és azt mondja, tiszteltes az este az ajtóba, kaptam egy igét, nem lehetne kicserélni. Lehet, hogy te is olyan igét kaptál a tegnap, meg a tegnap előtt este, de jó lenne kicserélni. Nem lehet neki cserélni, nem lehet, testvérek, birkózzatok meg vele. Higgyétek el, hogy Istennek minden igéje jó. Minden igéje jó, és azok, akik az Istent szeretik, azoknak minden egyaránt javukra van. Hallottátok a feleségem bizonságtételét, hogy az Isten akkor is, amikor ítél, az ő szeretete van benne, az ő ítéletébe is mindig. Mert azért azt akarja, hogy mindegyikünk eljusson az örök életre, eljusson az Isten országába. Ezért, akik ma este először vannak jelen, azok kérem, hogy a kiáratnál jelezzék ezt, és kérjék az igét, olvasd el, és engedd, hogy Isten szent lelke az ő igéje által munkálja benned az újjászületést. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Legyen Isten áldott ezért az estéért is, hogy eljöttek a testvérek és meghallgatták ezt az üzenetet. Azt hiszem, hogy ma is félreérthetetlen volt. Miklós testvérnek szerencséje volt, mert ő olyan igés kártyát talált az első este, ami egybe volt. Én olyat találtam a templom előtt a tegnap este, mikor mindenki hazament, ami össze volt szakítva. Ez az ige, ami össze volt szakítva, megláttam a feleségemmel, és mondom, nézd már, ez az az ige, amit az este osztottak.
Mert vannak olyanok is, akiknek nem tetszik az az ige, amit kapnak. Kemény beszéd. Itt van darabokba, nem tudom, hogy itt van-e az a személy, aki összeszakította, visszaadom neki szívesen. 5 Mózes 31.12. Egy feladat. Kapott valaki az este egy feladatot, és úgy gondolta, hogy nem hajtja végre. Felvettem ezt az igét, mert azt mondják, Jánosról olyan ember volt, aki nem hagyott semmit a földre esni az Isten igéjéből. Gyűjtsd össze a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallják meg és tanulják meg, és féljék isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét. Valaki kapott egy feladatot, hívja a családját, hívja a fele barátját, a népét, és úgy volt vele, hogy nincs rá szüksége. Ezért ma odaadom mindenkinek ezt az igét. Kérlek, jegyezzétek meg, 5 Mózes 31.12. Legyen ez egy olyan missziós ige Miskolcon és a környéken, hogy mi elindulunk és összegyűjtjük a népeket, a férfiakat, a nőket, a gyermekeket, a lakóhelyünkön élő jövevényeket, hogy hallják és tanulják meg, és féljék az Istent, az Urat, megtartván és teljesítsék az ő törvényét és az ő igéjét. Hallottuk, nem vallásoskodó, kultúrkeresztényekre van szüksége ma az Anyaszentegyháznak, hanem élőhitű Krisztust kereső emberekre.